2013 nyarán döntött úgy a városi önkormányzat, hogy a Sóházban lévő lakások bérleti szerződésének lejártával változtatni kell az épület szerepén. Az ingatlanban korábban szociális lakások üzemeltek, és nem mindegyik lakó figyelt oda az épület és a lakások megóvására. Nagy István akkori polgármester döntött úgy, hogy ez az állapot tarthatatlan, és a városban dolgozó katasztrófavédők, tűzoltók, rendőrök, tanárok és kórházi alkalmazottak számára alakítanak ki szakember lakásokat. Gyakorlatilag évről évre növekszik ez az igény, és a képviselőtestület tavaly évben döntött arról, hogy a Sóházat is a szakember lakásba sorolja át. Elkészült ennek az épület résznek a felújítása, és a 14 lakásra kijelölték a bérlőket, ők költöztek be márciustól. A lakások kezelése a Movinov Kft. Kezében van, a kedvező bérleti díj miatt pedig magas a szociális lakást igénylők száma. A Pozsonyi út 89-es szám alatt található Sóház épületében a felújított 14 lakásba beköltöztek a lakók, de a külső munkálatok még mindig tartanak.